Miniszteri kitüntetésben részesült, Magyarország jó tanulója, jó sportolója, a debreceni baseball csapat játékosa. Vendégem Kistóth Attila. Köszönöm a meghívást. Attila, sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megismerhetünk közelebbről egy Magyarország jó tanulóját, jó sportolóját. Ezúton is szívből gratulálok neked ehhez. Köszönöm szépen. Az elismeréshez. Ha szeretnénk téged megismerni, hogy kezdted el ezt a sportot? Hogy lett baseball az életedben? Hát sok mindent kipróbáltam. Sok sporton végigmentem. Ugye, mint minden magyar gyerek, kezdtem a focival. Ott utána sok sportot kerestem, úsztam, röpisztem, és sok hasonló mást. Végül majd egy sportválasztó napon a Nagyerdőn találtam meg ezt a sportot. Standokban álltak aznap a sport bemutató emberek, és kettős amerikai sport is nagyon jól ment, az amerikai foci és a baseball, de ezt próbáltam ki hamarabb, és ez teljesen nagyon bevált. És elhoztad nekünk azokat az eszközöket is, amelyekkel a sportágat üzöl. Bemutatod, légy szíves, hogy nagyon szép ütőd van. Mit jelentenek ezek a motívumok? Annyira nem fontos a motívum rajta. Igazából az ütőn inkább az a fontos, hogy hát több minden. Először is, hogy mennyire gyorsan száll róla a labda. Másodszor is, hogy tehát minden ütőnek ezt inkább megmutatom, mert úgy könnyebb mondani, hogy egy normál, olcsóbb ütőnek, vagy középszerű ütőnek kb. Ekkora a helyen lehet eltalálni, ahol jó a száróla a labda, és ez a különbség egy drágább és egy olcsó labda között, hogy ennek kb. ez a távolság, ahol jól eltalálod, és jó a száróla a labda, és jó gyorsan. Igen, ez nagyon nehéznek tűnik. Egyébként ez nem nehéz sportág? Hát eléggé nehéz, de sok gyakorlással meg lehet szokni gyakorolni, vagy tényleg sok gyakorlás. Ahogy láttam az edzéseket, meg néztük a mérkőzéseket, azért ezt a pici labdát messziről elkapni ezzel az ütővel nem egyszerű feladat. Igen. Hogy lehet erre készülni, tréningezni? Többfajta gyakorlat is van hozzá, ezt az edzésen könnyebben be tudnánk mutatni, de vannak ilyen ütőállványaink, amire csak a labdát feltesszük, és akkor onnan ütjük, az még a könnyebb gyakorlás. Utána szoktak az edzőink dobni ilyen háló mögül, mert azért nagyot üt ez a labda. Háló mögül szoktak dobni nekünk labdát, és akkor azt kell elütni. És utána még olyan gyakorlat is van, ahol a dobóink dobnak, és mi ütünk ellenük. Tehát ilyen meccs szituáció csak a edzésen. Ebben a sportágban egyszerre van védekezés, támadás. Igen. Ezért van ez a kesztyű. Igen, ezt váltogatni szoktuk. Inningeknek hívjuk, amikor egy inning az, amikor egyszer támadsz és egyszer védekezel. A védekezésben az alap szabály, az a lényeg, hogy a dobó a fő ember, azt szokott dobni az ütőnek, hogy elüsse, és többfajta módon lehet kiejteni az ütőt, de a legegyszerűbb mód, hogyha ezt most így kezdjem el sorolni, a legegyszerűbb mód, hogy a dobó három jó dobást dob a úgymond strike zónába, ami egy ilyen, hát egy olyan ekkora négyzet a ütő mellett. Hogyha három jó dobás dob, akkor kiesett az ütő. Hogyha elüti az ütő és lepattan, akkor egyes bázisra oda kell dobni, még mielőtt rálép az ütő, aki már fut. És úgy lehet még kiejteni, vagy a harmadik módja, hogy felüti a labdát, és még levegőben elkapjuk kesztyűvel a labdát, még mielőtt földet érne. Attila, nekem úgy tűnik, ez nagyon tudományos sportág. Hát igen, nem csak a fizikum számít itt, hanem az ész is. Az ész, a koncentráció, igen. A távolság, azért kiszámolni, hogy a labda mikor érkezik, a védekezés, ez nem egyszerű. Erre hogy lehet tréningezni? Ti fejben is készültök a versenyekre? Voltak főleg télen ilyen gondolati edzések, ahol, hogyha elvitték a labdát ide, akkor hova kell játszani. Ez tényleg egy ilyen tág, vagy bő... Hát gyakorlati edzés,
mert sokfajta játékot lehet csinálni, még itt Magyarországon még sokszor a bírók se tudják, hogy mi történik, szóval tényleg nem elterjedt sport, de hát igen, gyakorlati edzésekkel lehet rá felkészülni. De tehát egyéni koncentráció, azért igen. Tehetség is születni kell rá. Hát igen, de azért sokat kell hozzá még gyakorolni, nem elég a tehetség. Igen, és ezt csapatban teszitek, ugye? Hiszen ez egy csapatjáték. Igen. Mennyi idő az, amíg összeáll egy csapat, és azzal eléritek az eredményeket? Hát ez sok múlik a dobónak, itt már említettem, hiszen ahogy ő dob, az meghatározza a csapat eredményét, és szerintem nagyon fontos 2-3 jó ütő ember, mert az meghozza a hangulatot a meccsnek, mert hogyha ők mindig stabilan ütnek szép nagyokat, akkor a többiek is átveszik, és akkor ők is tudnak kisebbeket, de hát ha olyan pontokat érő ütéseket ütni. Az edzéseken már látszik, hogy ki lesz a jó ütő, és ki a... Igen, nem az edzésen, de sok edzés múlva megmutatkozik, hogy ki tehetséges, és kinek kell még gyakorolni. Tehát élete nagy tehetség vagy, hiszen tavaly Európa-bajnokság volt Belgiumban, és beválasztottak a magyar válogatottba, és ötödikek lettetek. Igen, az nagy meglepetés volt mindenkinek, hiszen az utolsók között vártuk magunkat, már örültünk volna a 8. helynek is, de tényleg az elég, nagyon nagy öröm volt. És mesélsz arról életed 13. évében, hogy milyen érzés volt Belgiumban, Európa-bajnokságon részt venni. Hát nagyon jó érzés volt. A csapat is gyorsan összeállt, a válogatott csapat. Jól játszottunk, mert igazából akkor csak ilyen, mivel U12-es válogatott volt, ezért csak 12 éves korig lehetett beválasztani. És akkor szerencsére én is még benne voltam a korban. És a csapatnak a 90%-a 12 éves volt, ezért fejből is ott volt, meg fizikumban is. És ez biztos, hogy segített nekünk, hogy az 5. helyet elérjük. És hát világutazó vagy, mert ja. Már ebben a korban bajnokságok, versenyek, és volt egy olyan edzőtábor is, ahol készültök a versenyekre, és ez szintén külföldön volt? Igen, külföldön volt, ez a Kanári-szigeteken voltunk edzőtáborban, igen. Az ország minden hát pontja, vagy a Európa minden országáról jöttek gyerekek, és beálltunk 13 évesekig. Csapatokba beosztottak minket, és tényleg az már olyan színvonal, ott meg lehet nézni, hogy te hol tartasz úgy világszínvonalban, mert itt Magyarországon még elég könnyű jónak lenni, de külföldön már nehezebb. És hogy látod, mennyit kell fejlődni? Hát mindig lehet hova fejlődni, mert azért nagyon jó játékosok is vannak külföldön, de én elégedett vagyok magammal, amint kint voltam, mert egy sikerült úgymond home run-t ütni, ami a legjobb a baseballban, mert hogyha kimegy a hálón, vagy hát stadionból a labda, akkor körbe kocoghatod a fejét, és nem is kell futni, és ez akkor annyi pont, amennyi futó előtted áll, plusz te, és ez akkor elég jó pont, és főleg úgy, hogy mind a három bázison állt egy futó, és így 4 pontot szereztünk, és ezzel 8-3-ra vezettünk hát úgymond tornán, úgyhogy az nagyon megmutatta, hogy azért nem vagyok én rossz. Jó érzés lehetett, persze. És pluszt adott neked. Igen. De hogy erről is mesélsz, és ahogy könnyedén csinálod ezt a sportot, és látszik az eredményeken is, ez neked életérzés? Hát életérzés, igen. Tehát már benne van az életemben. Hozzáigazítottam, a baseballhoz igazítottam az életemet, mert nálunk a tanulás az első. De nekem nagyon fontos ez a sport, és általában úgy szokott lenni, hogy leszoktam ülni, tanulni, majd utána fél öttől szokott lenni az edzés 7-8-ig, ha nem húzzák túl, és először leülök tanulni, általában 3 óra elég szokott nekem lenni tanulásra bőven, úgyhogy utána egyből edzésre, és azt már nagyon várom, tehát elég tudok tanulni, amikor... Tehát iskolában vagy mondjuk 2-ig, aztán igen. Még tanulsz, házi feladatok, és aztán edzés. Fél estre edzés, és az már ott a nap jó része. A nap jó része, az már szinte levezetés. Igen. Ezeken az edzéseken látom, hogy azért van, amikor edzők angolul adják angolul. Az órákat. Mindig már lassan 2 éve, minden évben van angol edzőnk, vagy amerikai,
akik csak angolul beszélnek. Szóval a nyelvet is tanuljuk közbe, és tényleg plusz tudnak adni nekünk, hogy mert ők azért több mindent láttak, és sok mindent tudnak nekünk átadni. Igen, ez nagyon jó dolog. Az edzések meg színesek is, azért igen. Több részből áll. Elmondott, hogy hogyan áll össze egy edzés? Igen, persze. Általában úgy egy fél óra bemelegítéssel kezdünk, mert az fontos, hogy ne edzésen sérüljünk meg. Utána pedig, hogyha erőnlét szokott lenni egy olyan fél óráig. Utána pedig van, amikor két részre osztjuk az edzés, védekezés és ütés, vagy pedig eldönti az edző, hogy vagy csak védekezünk, vagy csak ütünk. Én jobban szeretek ütni, mert az látványosabb. És amikor kettő részre osztjuk az edzést, akkor általában először a védekezéssel kezdjünk, mert az az alapja a baseballnak, és utána ütünk, azt általában kevesebbet szoktunk, mert az jól megy. Nem mondom, hogy könnyű, de könnyebben megy, mint a védekezés. És a végén vannak ilyen meditációs gyakorlatok is, hogy észben is, agyban is készültök fel? Az csak... erősen ajánlott nekünk otthon elvégezni, de arra már nem jut idő az edzéseken, mert hiába van 3 edzés egy héten, nem jut mindig idő mindenre. Ezért ezt otthon kell, amikor nincs edzés, vagy edzés után. Eléggé be vagy táblázva, el vagy foglalva. Kérdezhetek olyat, hogy azért a sport és az iskola mellett foglalkozol-e még valamivel? Kikapcsolódás van-e más területen, vagy neked ez a sport? Igen, én még horgászom pluszba. Azt nagyon szeretem, mert az is nyugis, és akkor így csak kinézel a fejedből, és az is, azt is nagyon szeretem. És hát igazából fő a baseball, tehát én azt csinálom, amint időm van, meg hétvégén általában meccsek vannak. És minden hétvégén van meccs? Minden hétvégén, szezonban minden hétvégén van. Ez olyan májustól egészen júliusig van a szezon, mert nem tudunk hétközben meccsezni, mert még fő a tanulás mindenkinek. Hétvégenként van meccs általában. Egy szokott lenni mindig az U15-nek. Én néha még segítek az NBA-nek a felnőtt korosztályban. Az is egy pluszt ad nekem játékgyakorlatot, hogy a felnőttekkel is játszhatok. Ezért így általában 2 meccsünk is szokott lenni a hétvégén. És a jövőt hogy látod? El tudod képzelni, hogy akár edzést is tartasz, vagy te leszel az edző? Én nagyon szeretnék edző lenni, mert szerintem az nagyon jó átadni a tudásodat, meg nálunk az edzők is játszhatnak a felnőtt csapatba, tehát az még egy plusz, hogy ott akkor játékos és edző is lehetsz. Szeretnék edző lenni, de a legfőbb álmom, hogy Amerikába egy felvételt nyerjek egy ilyen kollégiumba, és ott játszhassak és tanulhassak együtt. Titeket ugye figyelnek közben, és Amerikából figyelnek, hogy hogyan teljesítetek, tehát az is lehet, hogy elmész külföldre? Hát lehet, csak Magyarországon nem figyelnek, mert ott nem jönnek be, bár mondjuk néha pár edző figyel minket, és akár be is tud iratni minket egy ilyen kollégiumba, de egyébként ehhez el kell menni külföldi tornákra, Európa bajnokságokra, és oda szoktak jönni általában a megfigyelők. És most újból nagy dologra készültök, hiszen újból Európa bajnokság előtt állsz, de ez alkalommal itt lesz Budapesten. Hogyan készültök erre? Mi úgy készülünk, hogy a magyar válogatott, mivel szerencsére vagy nem szerencsére kis ország vagyunk, ezért könnyen össze tudunk futni Budapesten, mert innen is 2 órányira van, tehát ahhoz képest nem nagy távolság, és minden 2 hetente van vasárnap vagy szombaton, amikor melyik csapatnak jó, így ilyen egy közös edzés. Ezt már február óta megkezdtük, ezt a felkészülést, akkor még sátorban, ott az Óbudai Baseball Arénában. Most már kint vagyunk, és az tényleg egy nagyon rendezett környezet ott Óbudán, nagyon szépen meg van csinálva a pálya, úgy ott nyugodtan lehet edzeni a válogatottal.
Attilám, én köszönöm szépen, hogy eljöttél, és kívánok erre az Európa-bajnokságra nagyon jó felkészülést, és köszönöm, hogy meséltél nekünk, és kívánom, hogy mindig legyél ilyen életvidám, jó sportoló, jó tanuló, és nagyon sok sikert kívánok neked a következőkre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra.